Köszöntöm nézőinket! Önök a Tónatáj televízió híradóját látják, Vig Gabriella vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Börtönbe került a díler. Hónapokig kereskedett a férfi Bonyhádon droggal. Kéménytüzek. Idén már 4 alkalommal riasztották kéménytűzhöz a Tolna megyei tűzoltókat. Ökumenikus imanapok. Vasárnapig tartanak a rendezvények Pakson. Dunaföldvár kultúrájáért díj. 2007 óta adják át a Tolna megyei város rangos elismerését. 2 év 8 hónap börtönbüntetésre ítélt a bíróság egy bonyhádi drogkereskedőt. A férfi hónapokon keresztül árult szintetikus kábítószert a városban, végül komoly rendőrségi akció keretében fogták el. Itt Bonyhádon állították meg az akkor már hónapok óta droggal kereskedő középkorú férfi autóját a rendőrök. A telefonját már egy ideje lehallgatták, tudták, mikor érdemes elfogni. A ruházata átkutatásakor végül találtak is nála több zacskóban és alufóliában fehérport, így azonnal le tudták tartóztatni. Később kiderült, hogy legalább 4 főnek hetente adott el az anyagból, amit ő maga is fogyasztott. A férfi tavaly év eleje óta ül börtönben, most pedig a bíró úgy döntött, még jó ideig ott is marad. A Bonyhádi járásbíróság bűnösnek mondta ki a vádlottat kábítószerkereskedelem büntettében és bódult járművezetés vétségében is. Ezért halmazati büntetést szabott ki a bíróság, 2 év 8 hónap börtönbüntetésre ítélte, 3 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától, 180 000 forint pénzbüntetés megfizetésére is kötelezte, valamint 1,5 évre bevonta a jogosítványát a vádlottnak. A férfi a bíróságon mindent beismer, de még így is több súlyosító tényezővel kellett szembenéznie. Hogy több személynek is érték a kábítószerből viszonylag hosszú időn keresztül, valamint az ebből befolyt összeget a saját kábítószer fogyasztására fordította. Az ítélet jogerős, mert azt a kábítószerkereskedő és az ügyész is tudomásul vették. 15.957 új koronavírus megbetegedést igazoltak idehaza csütörtökön. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.401.457 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 65, többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 40.822 főre emelkedett. 2.674 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 201-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már több mint 6.329.000-en kaptak. Tolna megyében 291 új fertőzöttet igazoltak csütörtökön, ezzel a járvány kezdete óta 29.201 főre nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. A koronavírus ellen a leghatékonyabb megoldást az oltás jelenti, hangsúlyozta Kásler Miklós csütörtökön. A miniszter azt mondta, a járvány első hullámát a járványügyi szabályozásnak köszönhetően úgy törtük le, mint senki más Európában. A későbbiekben a vakcináció felpörgetése volt a cél, ami a készítmények beszerzésének, a jól szervezett oltási programnak köszönhetően sikerült, és hazánk tavaly olyan átoltottsági arányt ért el, amelynek révén újraindíthattuk az országot, a gazdaságot, idézte fel. 2021-ben 22, idén pedig már 4 alkalommal riasztották kéménytűzhöz a Tolna megyei lánglovagokat. A Tolna megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szóvivője azt mondja, a fűtőberendezéseket évente át kell nézetni szakemberrel, ahogy a kémények ellenőrzésére is időt kell szentelni. Az életet menthet. A szakemberek tapasztalata ugyanis az, hogy a kéménytüzek többségét a karbantartás, azaz a kéményseprés elmaradása okozza. Ezeken a felvételeken egy erősen elszurkosodott kémény látható. A belseje annyira elkátrányosodott, hogy egészen leszűkítette a járatot. Ez a jelenség többek között a helytelen tüzelés miatt alakul ki. Tavaly több mint 5200 lakástűz volt Magyarországon, ami nagy részt a nem karban tartott fűtési berendezéseknek tudható be. Köves Péter, a Tolna megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, nagyon fontos, hogy a szilárd tüzelésű rendszereket minden évben ellenőriztessük és takarítassuk ki, különben hamar
tragédia történhet. És legutóbb Dunaszentgyörgyön történt egy még a múlt héten. Itt egy kéménybe épített gerenda az, ami átízott, itt a paksi hivatásos tűzoltóknak kellett megbontani ezt a szerkezetet, és így tudták eloltani ezt a tüzet. Őcsényben, valamint Decsen, illetve Döbrökközön pedig ezen a héten lehetett találkozni ilyen kéménytüzekkel. Itt a korom ízott be gyakorlatilag ebben a szerkezetben, úgyhogy itt az éghetőanyag eltávolításával, valamint még a szerkezet megfigyelésével a tűzoltók meg tudták oldani ezeket a káreseteket. A tűzesetek megelőzhetőek, mindössze néhány óvintézkedést kell betartani, ilyen például a megfelelő jó minőségű és a kellő szárazságú tüzelőanyag. Továbbá fontos, hogy bárcsak a társasházi ingatlanokban kötelező, mindenképpen vegyük igénybe a kéményseprők szolgáltatásait évente, ugyanis ők ellenőrzik és kitisztítják a kéményeket, és felhívják a figyelmet a tüzelőanyagok megfelelő tárolására. A szóvivő elmondta azt is, hogy nagyon fontos a gyakori alapos szellőztetés, érdemes akár naponta többször is megtenni azt. És van még egy másik olyan teendő is, amit el tudunk végezni, ez pedig egy biztonsági óvintézkedés, ez pedig magának a füstérzékelőnek a megvásárlása. Ezt folyamatosan hangsúlyozzuk, ezt a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság honlapján, vagy az országos katasztrófavédelmi főigazgatóság honlapján is a keresőbe a pozitív lista címszavat így beírva, beütve, egy listát fog majd szépen nekünk kidobni ez a rendszer, és itt ezek között nyugodtan bármelyik készüléket választhatjuk. 2021-ben 22, idén pedig már 4 alkalommal riasztották kémény tűzhöz a Tolna megyei lánglovagokat. A kormány 30 milliárd forintos keretösszeggel elindítja a Magyar Falu Vállalkozás újraindítási programot, jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter. A pályázaton 10 fő alatti cégek kaphatnak vissza nem térítendő támogatást. A pályázaton 2-10 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyerhetnek a 10 fő alatti cégek új eszközök, gépek vásárlására, ingatlan beruházásra, technológiai fejlesztésre. A támogatás összegéből akár 3000 magyar mikrovállalkozás indíthat fejlesztéseket. A miniszter hangsúlyozta, a kormány kiemelten fontosnak tartja a kis településeken és hátrányos helyzetű térségekben működő vállalkozások támogatását. Hozzátette, a falvakban működő kisvállalkozások beruházásai nem csak a helyi, hanem a teljes magyar gazdaság fejlődéséhez hozzájárulnak. A fogyasztók védelme érdekében az interneten közzétett értékelések nagy többsége félrevezető, az ellenőrzött weboldalak 55%-a sérti az uniós jogot. Derült ki az Európai Bizottság és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságok által készített és csütörtökön közzétett jelentésből. Az átvilágított online áruházak, piacszerek foglalási webhelyek, keresőprogramok és összehasonlító szolgáltatást nyújtó webhelyek csaknem kétharmada esetében vetődtek fel kétségek a közreadott értékelések megbízhatóságával kapcsolatban. A 223 vizsgált webhely közül 104 nem tájékoztatta a fogyasztókat arról, hogyan gyűjtik és dolgozzák fel a véleményeket. Az előzetes adatok szerint a hazai használt autópiacon minden eddiginél több, csak nem 819 ezer személygépkocsi cserélt gazdát, tavaly ez 3,4%-kal haladja meg az előző évit, amikor 791 ezer volt a belföldi átirások száma. Ezzel a használt személyautók hazai piacának forgalma nem egészen egy évtized alatt a duplájára emelkedett. A piac növekedését két tényező is segítette, rövid távon az autóipar sújtó csip hiány játszott fontos szerepet. Az új autópiacon kialakult hiány a kereslet egy részét a használt autópiacra terelte, magyarázta Halász Bertalan, a jóautók.hu vezérigazgatója a közleményben. Hozzátette, hosszabb távon a magyar személygépkocsipark folyamatos dinamikus növekedése önmagában is élénkíti a használt autópiacot, még 2012-ben a forgalomban lévő személygépkocsik száma nem érte el a 3 milliót, addig 2021 végére ez a szám már 4 millió felett járt. Ökumenikus imanapok zajlanak vasárnapig Pakson. A programsorozat kapcsán a helyi Jézus Szíve templomban Szabó Péter, a város polgármestere úgy fogalmazott, a mindenható Istenhez való szüntelen imádkozás az ember lételeme kell, hogy legyen. Idén a paksi Jézus Szíve római katolikus templomban tartják meg a hagyományos ökumenikus imahetet. Az esemény első alkalmán Szabó Péter paks polgármester is köszöntötte a híveket. Hiszen, hogy a mindenható Istenhez való szüntelen imádkozás az ember lételeme kell, hogy legyen.
A világszerte megrendezett imahétnek az idei témáját Máté evangéliumából választották, láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódulatunkat mottóval. Most a közel-keleti keresztjének hozták a témajavaslatukat, és azt a igét, amivel foglalkozunk ezen a héten, a karácsonyi történetből a napkeleti bölcseknek a történetét ajánlották feldolgozásra. Az imahét első napján a paksi gyülekezetek tagjai közös istentiszteleten vettek részt, amelyet Lenke István, a paksi református egyházközség lelkésze tartott. Pakson a hagyományok szerint minden évben más gyülekezet rendezi meg az imahetet, így idén a paksi református egyházközség került sorra. Most a járvány egy picit felborította ezt a dolgot, hiszen már mi következtünk volna reformátusok helyszínnel is és szervezéssel is, de a mi templomunk kisebb, reméljük, hogy sokan leszünk, járványügyi szempontból biztonságosabb itt. Római katolikus testvéreink nagyon kedvesen felajánlották, hogy lehetünk itt, viszont a szervezésbe pedig a református felekezet, hogy következett volna, így ki is veszük a részünket. A szervezők 17 óra 30 perctől várják a híveket az imaórákra a paksi Jézus Szíve Római Katolikus templomba. A cselekvő nemzet éve lesz 2022, jelentette ki a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára az idei év tematikus programjait ismertetve Budapesten. Potápi Árpád János hangsúlyozta, a legfontosabb nemzetpolitikai alap egy erős Magyarország létezése, mert az a határon túli magyarság számára is egy biztos pont. Egy olyan érdekképviseletet jelent, amely ki tud állni a határon túli magyarok érdekében különböző fórumokon, a Magyar Országgyűlésben, Brüsszelben és Közép-Európában is, tette hozzá. Hangsúlyozta, a kormány célja már 2010 óta az, hogy Magyarországot egy gyenge országból egy életerős, cselekvőképes és erős Magyarországgá tegyék. Azt gondolom, hogy 12 év elteltével már tudunk eredményekről beszélni, és ezeket az eredményeket folyamatosan pedig szeretnénk bemutatni. Eredményeinket, értékeinket csak együtt, egységesen, cselekvő nemzetként tudjuk megvédeni. A Dunaföldvár kultúrájáért díjat 2007 óta adják át a településen a Magyar Kultúra napján szervezett ünnepségen. 2022-es esztendőben Szászvári Józsefné nyugalmazott pedagógus vehette át a kitüntetést. Kultúra nélkül nincs élet. Simon István nyugalmazott református lelkész köszöntőjében a kultúra fontosságáról beszélt Dunaföldváron a Magyar Kultúra napján szervezett ünnepségen. A településen már 14 éves hagyomány, hogy jutalmat adnak át ezen a napon. Erike néninek én azt kívánom, hogy jó egészsége legyen, őrizze meg mindig fiatalságát, és tartsa meg alkotó kedvét. Idén az elismerést Szászvári Józsefné nyugalmazott pedagógus kapta, akinek munkáját 2010-ben Dunaföldvárért emlékéremmel ismerte el a város, most pedig Dunaföldvár kulturális életében kifejtett tevékenységért tüntették ki. Horváth Zsolt polgármester és Pataki Dezső, a Dunaföldvár kultúrájáért alapítvány kuratóriumának elnöke adták át a kitüntetést. Szászvári Józsefné 35 éven át a Dunaföldvári általános iskolában tanított. Nyugdíjas éveiben belevetette magát a közéletbe. Aktívan részt vett a helytörténeti klub munkájában és rendszeresen ír a helyi lapban. Mindamellett, hogy számtalan cikk kiadvány jegyzi a nevét, újabban régi városi fotók gyűjtését is végzi, de ő maga is készít fotókat. Távoli ismerőseim pedig csodálkoztak azon, és mondták, hogy te ilyen szép városban élsz. Életrajzok és arcképek Dunaföldvár múltjából című két kötet egyik szerzője, főműve pedig a Beszédes József és Dunaföldvár című kötet, melyet több évi kutatómunka után vehettek kezükbe az olvasók. Levéltárban is sokat kellett kutakodni. Hát az anyakönyveknek a beszerzése volt a legnehezebb, és így valahogy összeállt Beszédes élete. A szakmai munkásságáról nagyon sokat tudtunk, akkor már ugye az interneten is tudtunk tájékozódni. A Kultúra napi ünnepség a Cimbali Band zenekar koncertjével zárult Dunaföldváron. Regionális híreink következnek. Előkészített vásárlás az önkormányzaton. Köztartozásos széktől szerzik meg a mandulást. Nő az öngyilkos fiatalok száma. Önkénteseket várnak az ifjúsági lelkisegítők. Olimpikonok köszöntése. Kiváló úszóknak gratuláltak Baranyában.
Előkészítették már a Mandulás kemping megvételét az önkormányzaton, mondja a városi Fidesz frakció vezetője. Az iratok alapján jól látható, kikhez kerül a vételár, ami 1 milliárd forint. Csizmadia Péter szerint az üzletet már nem lehet megakadályozni, ezért azt kéri, hogy a kempinget birtokló cég önkormányzati tartozásait szedjék be az üzlet előtt, hiszen ez a pécsiek pénze. Kiadó, ez a tábla olvasható jelenleg a megyei MSZP egykori irodáján, ahová az Amandula Kft. Is be van jegyezve. Ez az a cég, amelyik a pécsi Mandulás kemping területét birtokolja, és a baloldali városvezetés megvenné tőlük a Mecseki ingatlant. Első körben a cég luxus lakóparkot épített volna ide, de a közfelháborodás miatt erről letettek. Most más módon akarják önkormányzati pénzhez juttatni a céget és a mögötte álló érdekkört, mondja a városi Fidesz frakció vezetője. Mégpedig úgy, hogy a városvezetés egy tavaly novemberi-decemberi döntése nyomán úgy határozott, hogy értékesítés útján megvásárolja, bejelentkezik, hogy az önkormányzat vásárolna vissza ezt a területet. Az érték azon 1 milliárd forintban került meghatározásra, ami ez önmagában kétséges lehet, hiszen ismert, hogy annak idején mindössze 160 millió forintért kapta meg ez a társaság ezt az ingatlant. Tehát a sokszorosát tudná keresni úgy, hogy ott egy kapavágás sem tett. Ez a cég egyébként tartozik helyi adóval a pécsi önkormányzatnak, amit azért be kellene hajtani, mondja a képviselő. Csizmadia Péter szerint egyértelmű jelei vannak, hogy az önkormányzat 1 milliárdja a városvezetéshez köthető gazdasági érdekcsoportokhoz kerül majd. Ugyanazon a napon készül az önkormányzati polgármesteri előterjesztés a vételről, mint amikor értékesítik a céget. A vevő pedig egy cégein keresztül és családi szálain keresztül, szintén köthető egyébként Péterfi Attilához, tehát ő a hőerőműben vezető beosztásban dolgozott korábban. Tehát ezek a tények, ezeket ismerjük. Tehát nincs kétségünk a felől, hogy ezt az üzletet át fogják erőltetni, de hogyha már a barátaiknak ekkora szívességet kívánnak tenni, akkor az a minimum, hogy kifizesse a társaság az adósságát, amivel minden pécsinek tartozik. Mint korábban már beszámoltunk róla, a pécsi önkormányzat megújuló Mecsek elnevezéssel egy turisztikai fejlesztő programba csomagolta a Mandulás megvételét is. Indoklásuk szerint újra életre kelhet több terület a Mecseken, azok a területek, melyeket a pécsiek jó eséllyel használnak majd a jövőben. A felsorolt ingatlanok között van a lepusztult Mandulás kemping is 1 milliárd forintért. Vezető halálok, az öngyilkosság a 25 év alattiak körében. Ezt mutatják a statisztikák, mondta stábunknak az ifjúsági lelki elsősegély pécsi vezetője. Az ingyenesen hívható telefonszámukon is többen jelentkeznek tapasztalataik szerint. Ezért és a lelki krízisben lévő fiatalok megmentéséért önkénteseket várnak Pécsen a szolgálatukhoz, akik január végéig jelentkezhetnek. Ez a matrica az ifjúsági lelki elsősegély ingyen hívható számára hívja fel a figyelmet. Most azonban a segítők kérnek segítséget munkájukhoz. Irodájukat nem mutathatjuk, ahol a tevékenységet végzik, ezért az utcán beszélgettünk a pécsi vezetőjükkel. Az ifjúsági lelki elsősegély szolgálat hétköznaponként hívható 17 és 21 óra között. Elsődleges célunk a fiatalok öngyilkosság megelőzése, kríziskezelése és lelki egészségvédelme. Ehhez a tevékenységhez keresünk önkénteseket, 18 és 70 év közötti férfiakat és nőket, akik legalább érettségivel rendelkeznek. Azonban nem biztos, hogy mindenki alkalmas erre a feladatra. Nagyon fontos, hogy a jelentkezők fejlett önismerettel rendelkezzenek, jó kommunikációs készséggel, és nyitottak legyenek arra a 100 órás képzésre, amit az önkéntes munka előtt el kell végezni. A 2020-as év öngyilkossági statisztikáját már kiadta a KSH. Ebből az derül ki, hogy a 25 év alattiak körében magas azoknak a száma, akik eldobják az életüket, tudtuk meg a pécsi szervezet vezetőjétől. A folyamatosan csökkenő tendencia megállt, és elég magas az öngyilkosságok száma. Ez azt jelenti, hogy a 25 év alattiak körében vezető halálokok egyike az öngyilkosság, ami tulajdonképpen ilyen heti két öngyilkosságot jelent a 25 év alattiak körében Magyarországon, ami nagyon sok, és ennek a megelőzésével foglalkozik a 137.00 ifjúsági lelki elsősegélyvonal.
A pandémia alatti elszigetelődés, a társas kapcsolatok korlátozottsága ennek a korosztálynak jelentette a legnagyobb nehézséget. Ezt a lelki segélyvonalnál is érzékelték, hiszen megszaporodott azok száma, akik segítségért fordultak hozzájuk. Olimpikonjait köszöntötte a PSN ZRT úszó szakosztálya. A kerekasztal beszélgetés során a fiatal sportolók kérdéseket is feltehettek Kenderesi Tamásnak, Konkoly Zsófiának és Iván Bencének. Az est meglepetés vendége Sors Tamás, világcsúcstartó, többszörös paralimpiai világ és Európa bajnok úszó volt. A rendezvény jótékony célt is szolgált. A sportolók és edzők által felajánlott állateledelt a Misina Természet és Állatvédő Egyesület kapta meg. Európa-bajnokság és olimpia is színesítette a 2021-es évet. Ráadásul a pécsi úszók rendkívül sikeres esztendőt tudhatnak maguk mögött. Kenderesi Tamás egy EB bronzéremmel és egy olimpiai negyedik hellyel, Konkoly Zsófia 3 EB arannyal és egy ezüstéremmel, valamint a paralimpián 2 Európa csúccsal és egy paralimpiai rekorddal, ami 1 arany és 2 ezüstérmet jelent, Iván Bence pedig egy EB bronzéremmel és egy paralimpiai 9. hellyel gazdagodott. Amikor tolódott az olimpia, meg az Európa-bajnokság, akkor mi ezt úgy fogtuk fel, hogy kaptunk plusz egy évet. Nagyon hamar elment ez az egy év, és úgy gondoljuk, hogy ezt nagyon szépen kihasználtuk, úgyhogy nagyon jó eredményeket értünk el, úgyhogy az, hogy 3 úszónk is kim volt az olimpián, illetve a paralimpián, az egy nagyon szép eredmény, és az, hogy milyen eredményeket értek el, az pedig habatortán. A sportolók méltán példaképei a PSN ZRT fiatal úszóinak. A szakosztály tagjai köszöntötték a sikeres versenyzőket, akik egy kerekasztal beszélgetés során buzdították és ellátták jó tanácsok. A fiatalokat. Azt tudom tanácsolni, tényleg nagyon sokan voltak, hogy tényleg azért küzdjenek, amit szeretnének elérni, és hogyha is így kell, akkor adjanak bele mindent. Ez egy kitartó sportág, nagyon monoton, úgyhogy ez nagyon nagy kitartás kell, de azt tudom nekik tanácsolni, hogy addig ússzanak, ameddig szeressék, és mindig részcélokat kell felállítani, amik teljesíthetők, és akkor nagy úszók lehetnek belül. A kitartás az a legnagyobb alapja az úszásnak szerintem. Legyen meg mindenkinek a célja, a motivációja ahhoz, hogy jól teljesítsen az edzéseken, és hát a nehéz időszakokban is tovább kell menni. De ezt még nem mondtam, de majd mondani fogom, hogyha valakinek valamilyen kérdése van, akkor írjon rám, hogyha már így nem mer megszólítani esetleg itt a színpadon. Az est meglepetés vendége Konkoly Zsófia példaképe, Sors Tamás, világcsúcstartó, többszörös paralimpiai világ és Európa bajnok úszó volt, aki elmondta, hogy az elmúlt időszakban világszinten is megnövekedett a parasport és a parasportolók iránti érdeklődés. Volt több élő közvetítés is a médiában, aminek szinte nagyon örültem. Ez már azért Rióban is, meg Pekingben is, meg Londonban is nagyjából megmutatkozott, de én azt látom, hogy egyre jobban érdekli a társadalmat és az embereket, hogy mi is az a paralimpia, ugyanúgy szurkolnak, és ugyanúgy magyarok vannak kint, akik képviselik a hazájukat. A PSN ZRT kiemelkedő versenyzői és edzői emlékplaketteket kaptak, valamint Konkoly Zsófia egy serleget is átvehetett Sors Tamástól. A rendezvény jótékony célt is szolgált. A sportolók és edzők által felajánlott állateledelt a Misina Természet és Állatvédő Egyesület kapta meg. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Börtönbe került a díler, hónapokig kereskedett a férfi Bonyhádon droggal. Kéménytüzek, idén már 4 alkalommal riasztották kéménytűzhöz a Tolna megyei tűzoltókat. Ökumenikus imanapok, vasárnapig tartanak a rendezvények Pakson. Dunaföldvár kultúrájáért díj, 2007 óta adják át a Tolna megyei város rangos elismerését. Szombaton tartós havazás várható, továbbra is zömében erős, keleten mérsékeltebb szél fúj. Estére nyugaton is kitisztulhat. Vasárnap lecsökken átmenetileg a felhőzet, de délután nyugaton ismét felhősödés ígérkezik, amelyből elszórtan hóesés is előfordulhat. Hétfőn mérsékeltebb légmozgás mellett felhős időre és időszakosan hóesésekre van most kilátás, míg keleten eleinte szűrt napsütés, majd felhősödés a legvalószínűbb, estig csapadék nélkül.
Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!